Nagy tisztelettel köszöntjük a Kisalföldnek az olvasóit, és hát legalább na, ilyen nagy örömmel fogadjuk stúdiónkban Marozsán Fámiánt, hazánknak a legjobb jelenlegi férfi teniszezőjét. Ugye hosszú ideje terveztük ezt a beszélgetést, de hát Fábinak az elmúlt közel egy évben eléggé sok dolga akad a világ legnagyobb teniszpályáin, úgyhogy igazából inkább ugye a tévében láthattunk, nem egy alkalommal jobbnál jobb játékosok ellen játszani, nem kevés eredménnyel. Hát ugye így hagyományosan a, a tenisznek a, az legnagyobb évelei esemény az Ausztrál Open, te is nem rég jöttél haza a kenguruknak a földjéről, ezt azért, egy megengeded el, elmondom ezt az ötös sort, akikkel játszottál Ausztráliában, ugye Monfils, a tenisznek az egyik legnagyobb közönség, kedvence Ben Shelton, a talán legnagyobb amerikai tehetség, utána jött Marin Csilic, a US Open-nek az egykori győztese továbbá Wimbledoni döntős, egy nagyon tehetséges argentin fiatalember, aki kiemelt volt Francisco Serundolo, majd végül a jelenlegi legjobb amerikai játékos Taylor Fritz, és hát ebben ebből az ötösből végül is pozitívan jöttél ki, mert ugye három meccset megnyertél, kettőt veszítettél pont az amerikaiak ellen, és tiéd a szó, Fábi, hogy, hogy értékeled az Ausztrál utat? Így igaz, először is köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Egyébként én pozitívnak élem meg ezt a, ezt a túrát, ahogy te is mondtad, ugye két amerikai ellen volt vereségem, Viszont uh, szerintem nagy pozitívum az, hogy, hogy egy rossz alapozás után, egy rossz decemberi hónap után sikerült uh, hétről hétre fejlődnem, és igazából egyre jobban kezdtem belejönni a játékba. Uh, első héten még nem sikerült mérkőzés nyernem utána, viszont uh, megjött egy kicsit az önbizalmam, sokkal többet tudtam edzeni, fejlődött a, az állóképességem is, ezáltal uh, tudtam mérkőzés nyerni Oaklandben. Ugye megvertem uh, Monfils-t három egy óriási nagy mérkőzésen, utána pedig uh, Ben kaptam ki egy amerikai játékostól, aki elég nagy tehetség most itt az utóbbi időben, és nagy jövő áll valószínűleg előtte. Utána pedig átmentünk Melbournebe, Ausztrál Open életemben először főtábla, szerintem már ez is egy nagyon szép és jó eredmény, ezért küzdöttünk itt az elmúlt években, hónapokban, és igen, sikerült győznem egy, egy korábbi Grand Slam győztes ellen, majd a második fordulóban megvertem egy kiemelt játékost. Azt gondolom, hogy ez a, ez a második kör, ez egy jó eszansz volt arra, hogy ö, megverek egy kiemeltet. Ugye nem egy kemény pályás játékos ellen kellett ö, mérkőzést játszanom, és bár egy kicsit nehezen indult a, a mérkőzés, és nem voltam olyan jó formában, ettől függetlenül sikerült őt is megvernem. Utána pedig azért egy igazán nagy falat jött, ugye az amerikaiak legjobbja ö, Fritz személyében. Sajnos kikaptam tőle, de függetlenül nem vagyok szomorú abból a szempontból, hogy egy ö, ilyen top kiemelt ellen szette tudtam nyerni. Ö, tudom, hogy milyen mm, 6-8-7 van igazából a hátam mögött, úgyhogy én mindenféleképpen pozitívan értékelem ezt az elmúlt időszakot. De ez olyan jó egyébként, hogy már tudsz mosolyogni így az Ausztrál út kapcsán, mert amikor Fritz beütött a meccs labdát, ugye ez nálunk pont ilyen reggeli órákban volt, én meg éveredeztem, gyorsan bekapcsoltam a telefonomat, és, és amikor kezet fogtatok, akkor, a azt láttam, hogy ott, mint a pillanat melegében egy kicsit ellenné szontyolódva, viszont az tök jó momentum volt, hogy a mebőrni közönség nagyon megtapsolt, amikor lementél a pályáról, és, és akkor ott, ott azért már némi mosoly felcsillant. Uh, ez, ez egy nagyon-nagyon jó érzés, amikor így elbúcsúztatnak egy játékost, és értelemszerűen én is szomorú voltam, amikor elbuktam a mérkőzést, hálóbolytottam a labdát, tehát ez nem egy boldog pillanat igazából, és nem is esett jól. Ugye abból a szempontból egy pici hiányérzet volt bennem, hogy az utolsó két az eléggé sima volt, nem tudtam már úgy mozogni, és nem tudtam azt hozni, amit elvártam volna magamtól ebből a szempontból volt bennem csalódottság, viszont ö, nagyon örültem neki, hogy a végén egyébként megtapsoltak, és ö, ott azért ez, ez, nagyon jó érzés, amikor így elbúcsúzhatnak egy játékost a versenytől. Nem jött egyedül Fábián a stúdiónkban, itt van vele gyűri menedzsere is, Somogyi Zsolt, akit ö, hát egyrészt Zsoltit ismerhetjük a, a tenisz de, de azt gondolom, hogy a, hogy a gyűriek, ö, talán még többen is ismernek a, a, a gazdasági életből mint, mint cégvezető. Ugye a szuperligában 6-7 éve egy gyűri csapatban játszotok Fábiánnal. Azt kérdezném tőled Zsolti, hogy, hogy mikor láttad meg az X-faktort Fábiban? Mikor gondoltad azt, hogy, hogy ez a srác ez, ez még a top 100-ban is komoly dolgokat vihez végbe? Köszönjük a meghívást! Én is köszönteném a, a, a hallgatókat. Az X-Factor-t már többen talán meglátták, így junior korában is, mert, mert mindig válogatott játékos volt Fábi, mindig ott volt a top 3 -ba. bár világ első nem volt, vagy korosztályának a legjobbja nem volt, viszont második, harmadik helyen mindig azért ott volt. Talán az egyik, kulcsmomentum Fábi leigazolásában, ami ugye igazolást is követett utána, amikor az egyik döntőt játszottuk talán 2018-ban az MTK ellen, ha jól emlékszem, és akkor a jelenlegi vezető edzőjével vívott egy viszonylag nagy csatát, bár két szedben sikerült, sikerült legyőznie Balázs Györgyöt, ugye azt hiszem 7-6-6-2-6-3-ra nyertél Gyuri ellen, és akkor, akkor tűnt fel, hogy igen, ez a srác ez rengeteget fejlődött, óriási potenciál van benn, nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt a karaktere, nagyon szimpatikus volt a játéka, ez a támadó, felfogású tenisz, jó szervával, tenyeressel, ejtésekkel, variációs lehetőségekkel, úgyhogy akkor ott azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha Fábis egy győri csapatot erősítené, erősíteni, és hála Isten, ez Fábis is úgy gondolta, meg mi is, és így, akkor következő évtől már hozzánk csatlakozott, és újból megnyertük a bajnoki címet. Tehát a jelenlegi edződ, aki ezen a kánikulai meccsen legyőztél, akkor még mint játékos javasolta azt, hogy, hogy ennek a srácnak itt jó helye lenne, lenne a gyűri szuperligás csapatban. Ez, ez pontosan így történt. Én akkor egyébként nagyon-nagyon izgultam, ugye döntőt játszottunk a, a ellen, és ha jól emlékszem, pont ilyen, ilyen viszonylag egál volt az állás, és az utolsó két mérkőzés döntött, és az egyik csapattársam egy kicsit rám is rakta egyébként a nyomás, hogy nekem muszáj nyernem, mert hogy a, hogy a Gyuri, ugye aki jelenleg az edzőm, ő egy, egy picit már idősebb, és hogy már nem játszik annyit, de hogy korábban azért jó játékos volt, hogy nekem azért illene ellene nyernem, és hogy ezen nem múlhat, stb. 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 És hát én, én, nagyon izgultam a mérkőzés előtt, azért ezt, ezt be kell vallanom, és a Gyuri tény is valahogy jól játszott, nagyon meleg volt egyébként az időjárás, arra emlékszem, és egy szoros első szetet sikerült megnyernem ellene. Ott emlékszem, hogy a Gyuri egy picit talán görcsölt és hogy valamilyen fájdalma volt még a korábbi mérkőzésekről, és utána viszont a második szetet sikerült megnyernem, és így ha jól emlékszem, talán vagy, vagy visszajöttünk a, a partiba, vagy pont azzal megszereztük egy kicsit a vezetés, de a lényeg az, hogy, hogy sikerült megvennem a Gyurit, aki jelenleg az edzőm, úgyhogy igen, ez egy kicsit érdekes szituáció, utána pedig oda kerültem a Gyuri Superliga csapatba, és, és a Zsoltal is nagyon jóba lettem. Hát figyelj, megbocsátjuk ezt, mert igazából azóta mondjuk egy 3-4 magyar bajnoki címet hoztál győrbe, tehát hogy ez belefér ez a, ez a 5-6 évvel ezelőtti de győzelem, akkor még a győri próbáltam, csapat... Próbáltam valamit visszaadni, de remélem, hogy akkor ez sikerült is, és akkor így így a Zsolt is boldog, sikerült a csapatnak is nyernie, úgyhogy szerintem igen, ez egy... És pluszban vagyunk, igaz Zsolti? Igen, úgy érzem, hogy pluszban vagyunk, sőt a, a, a számok is ezt mutatják, úgyhogy igen, azóta fájva a több magyar bajnoki címet is sikerült nyernünk, úgyhogy megbocsájtható, hogy a, a győr ellen a, akkor még MTK színekben el, elhozott a bajnoki címük, úgyhogy... Mm, ez van, de azóta, azóta mindennek megvan az oka, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy, hogy azóta tényleg Győrt erősíti a csapatbajnokságon, illetve hogy Gyuri is most már a csapattagja, nem csak mint Győri teniszező, volt Győri teniszező, hanem mint Marozsán Fábián csapattag is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Ha alakulnak a dolgok, kicsit itt visszatérve az Ausztrál úthoz, Azért ugye iszonyatosan a tenisznek a csúcsa egyértelműen a Grand Slam versenyek. Nem csak ennek a négy legendás tornának a neve miatt, hanem gyakorlatilag ugye már csak itt megy három nyercetre a küzdelem, viszont azt azért látni kell akár a tegnapi döntő kapcsán is, hogy, hogy ezek a, ugye hét meccset kell nyerni a bajnoki címig, és hát iszonyatos fizikai terhelést kell bírnia egy teniszezőnek így etéren. Hogy hogy látod az Ausztrál utat ö, fizikailag? Miben kell fejlődnöd előre lépni? Ez tény van, hogy a grenzlemek ilyen szempontból teljesen mások, mint a sima ATP vagy Challenger versenyek. Ugye itt, ha valaki vezet 2-0-ra a szettek, tekintve, akkor sincs még vége a mérkőzésnek. Sokkal hosszabb egy ilyen mérkőzés, sokkal megterhelőbb, másképpen kell készülni fejben, meg taktikailag is. Úgyhogy ez, ez teljesen egy új szituáció, még nekem is ugye sok grenzlemet nem tudtam lejátszani, főleg nem főtáblán, úgyhogy ezt még nekem is tanulnom kell, de azon vagyunk, hogy ezeket minden jobban kiaknázzuk ezeket a lehetőségeket, és próbálunk egyébként a fizikális állapotomon dolgozni, pont azért, hogy az ilyen három, négy, illetve mérkőzéseket bírjam, ami egyáltalán nem könnyű, ugye itthon a hidegből elvegyünk egy nagy melegbe Ausztráliába, napsütés, kicsi szél, szabadtér, hosszú mérkőzéseket kell játszani, nagy terhelésnek vagyunk kitéve, úgyhogy ezekben nekem még talán mindig vannak lemaradásaim a, a top mezőnyhöz képest, de látom azt is, és érzem is, hogy talán elindultunk egy, egy jó vonalon, ugye nem lehet ezt sietetni, El kell végeznem a munkát, sok mérkőzést kell játszanom, sok szettet kell még lejátszanom, ahhoz, hogy itt a kondim az vál jobb lenni, és hogy hosszabb távon bírjam a mérkőzéseket. Úgyhogy az állóképesség az elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember bírja ezeket a négy 5 mérkőzéseket. Ugye itt az elején említetted azt, hogy nem sikerült jól a felkészülésed, azt azért szerintem áruljuk el a, a, az olvasóknak, hogy itt nem arról van szó, hogy így nem akartál volna edzeni, hanem, hanem eléggé komoly betegséggel küzdöttél gyakorlatilag decembernek a, a nagy részében. Ezt itt szezon elején, vagy hát lassan mondjuk így már a szezon belejébe belemenve Menny mennyire lehet ezt pótolni az állandó utazások, végsőnyek mellett? Ezt én is való, tehát hogy nem az történt, hogy decemberben nem akartam ö, edzeni, és hogy helyette karácsonyi ajándékokat vásároltam volna, hanem ö, egyszerűen volt egy nagyon nagy betegségem, rengeteg versenyt játszottam, sokat utaztam, ö, sok stresszért abban az időben, és valószínűleg a szervezetem azt mondta, hogy most PN-re van szüksége, és ágyhoz is kötött ebből a szempontból egy nagyon rossz időszakban. Persze soha nem jó betegnek lenni, de ez egy újabb feladat volt, amit meg kellett oldanunk. Új tervet állítottunk fel a csapattal, gondolkoztunk azon, hogy lemondok versenyt, vagy kimegyek, és ott próbálunk egy picit rögtönözni, és utólag azt mondom, hogy ez volt a jó döntés, hogy kimentem a melegbe, tudtam regenerálódni jó játékosokkal, vagy jobbakkal tudtam edzeni, felvenni a versenyt, a ritmust, és az, hogy ezt mennyire lehet bepótolni ezt az időt, én azt mondom, hogy valószínűleg sem mennyire. Ugye próbáltunk ott verseny alatt többet edzeni, kicsit többet kondizni, és visszahozni azt az állapotot, amit szerettünk volna elérni. Hogyha vannak olyan időszakok, amikor esetleg kikapok hamarabb egy versenyen, akkor a két verseny között lehet dolgozni mind az erőnléti edzéseken, mind az állóképességen, mind a teniszen. Úgyhogy ezeket így próbáltuk megoldani. Ez most is így lesz egyébként, hogy ha éppen nem vagyok a versenyen, és itthon vagyok, akkor próbáljuk ezt bepótolni, és sokkal keményebb edzéseket kell végeznem itt a következő pár hónapban azért, hogy elérjem azt az állapotot, amit akartunk de mellette figyelni kell arra is, hogy, hogy, hozzam az eredményeket, robbanékony legyek, friss legyek testileg, mentálisan, úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, de szerintem jó emberek vannak körülöttem, és ezt át fogjuk vészelni, ezt a kis problémát. Hogy, hogy néz ki jelenleg a csapatod, ugye, hogy az emberek többsége, azt gondolom, hogy a teniszversenyeknek a, végét figyeli, már csak azért is, hogy elődöntő, a elődöntő-döntő a hétvégenként van, akkor nem dolgoznak az emberek. Ö, hát azért azt, azt látni lehet, hogy akik így a, a célegyenesbe bejutnak játékosok, gyakorlatilag ott a azt tele van szakemberekkel, gyakorlatilag egy-egy teniszező mögött nagyon komoly kis tím áll. De hogy, hogy állsz a csapatépítéssel? Szerintem most már egész jól, ezt köszönhetem Zsoltnak is egyébként, aki ezt az egészet összefogja, és ö, örülök, hogy ebben ő, ő tud nekem segíteni. Ugye itt az utóbbi időben egy kicsit felgyorsultak az események, köszönhetően itt a, a nagyobb sikereknek, a jó győzelmeknek, és elengedhetetlen volt az, hogy bővüljön a csapat, egyre több ember vegyen körül, és még hatékonyabban is profibban tudjunk dolgozni azért, hogy elérjem igazából az én álmaimat, és ebben ö, sok segítséget kapok, nálam is megtalálható ugyanúgy teniszedző, kondi edző, fiziós, masször, van nálam is ugyanúgy menedzser, van nálam social médiás médiás, aki ezeket a dolgokat felügyeli, összefogja nekem, rendszerezi, és megmondja, hogy mikor, mit, hogyan kell csinálnom igazából. Természetesen ezt velem egyeztetve, de ugyanúgy dolgozok a mentális egészségemen, tehát hogy vagy pszichológussal, vagy kineziológussal. Ö, van egy, egy orvosi csapat is, aki ezeket próbálja nekem kontrollálni, hogyha az egészségemmel van bármilyen probléma, akkor milyen vitamin szedjek, vagy táplálék kiegészítőt. Tehát, hogy ö, most nehéz megmondani azt, hogy pontosan hány ember van és ki az, akivel mindig tartom a kapcsolatot, de én még nem az a szint vagyok, akinél ö, a verseny végén mondjuk tizenülnek a páholyban mondjuk, ahogy egy, egy gyokoristnál, vagy egy elkereznál. Reméljük, hogy el fog jutni oda a következő hónapokban, években. Addig még azért sok mérkőzés van előttem. Hát legyen így, de amúgy ezt, azt nagyon jó hallani ezt a tudatosságot, tehát hogy úgy úgy tartasz igényt egy sportpszichológusnak a támogatására, hogy, hogy azért, aki követi a meccseidet azért fejben, azért elég erős tudsz lenni magattól is. De ezek szerint úgy, úgy érzed, hogy, hogy még itt is van hova acélosodni célosodni és még jobbnak lenni. Persze, ez egy olyan dolog, hogy ugye itt dolgozni kell azon, hogy mentálisan, hogy kezelem a, a dolgokat a, a mérkőzésen mennyi stressz hatás ér engem egy adott héten, mérkőzésen, edzéseken. Ugye itt ez nem csak feltétlenül arról szól, hogy én oda megyek a pályára, bemelegítek és mérkőzést játszok, hanem azért itt is vannak interjúk is, megjelenések, aláírások, fotózások, tehát elég sok dolognak kell megfelelni, és néha elviszi a... ezek a más dolgok néha el tudják vinni a fókuszt a, a, a teniszről, és nem feltétlenül csak azért dolgozok, pszichológussal vagy kineziológussal, hogy a teniszpályán jól tudjak mindig teljesíteni, hanem azért nekem is van egy magánéletem, ahol ö, adódhatnak néha problémák, vagy vannak hullámvölgyek mind a két irányba igazából, és ö, ezeket is néha ki kell beszélni, hogy az embernek az egyensúly az megmaradjon, és utána jól tudjon teljesíteni majd a teniszpályán. Visszatérve itt az Ausztrál nyárhoz, ugye nem csak egyesben indultál, hanem, hanem ben a Fucsovics Marcival elindultatok párosban is. Egy meccset nyertetek, majd kikaptatok egy olyan cseh kínai duótól, akik aztán egészen az elődöntőig meneteltek, és én őszinte leszek egyébként, én azt vártam tőlük, hogy ők, ők fogják megnyerni a, a páros bajnoki címet. Minek volt köszönhető az, hogy, hogy így kvázi egyesítettétek erőiteket Moexival, és, és együtt indultatok az Ausztrál openen. Pont a decemberi időszak alatt, hogyha jól emlékszem, akkor egyszer megkeresett a Marci, hogy ő szívesen játszana a párost. Egyébként én erről már korábban beszéltem a csapatommal, meg a, meg a Gyurival is, ugye, aki a hogy az idei évben, hogyha ilyen jó ranglistám is van lehetőségem arra, hogy bekerüljek a, a meg a nagyobb versenyeken a páros főtáblára, akkor szeretnék párost játszani, és erre is hangsúlyt fektetni, és akkor elkezdtünk párokat keresni, ez egyébként sikerült is az előversenyekre, és közben a Marci meg bejelentkezett, hogy ő is szeretne az évelső első Grenzlem tornáján párosban indulni, szerint ez egy jó dolog lenne, hogy a két magyar játékos összeáll, ott vagyunk, ketten a főtáblán van lehetőségünk játszani, használjuk ki, Uh, én pedig azt mondtam, hogy okay, oké, akkor játszunk, szerintem is ez egy, ez egy jó dolog, hogy a magyarok ilyen szempontból összetartanak. Uh, tanulhatunk egymástól, és uh, ebből a szempontból beneveztünk, sikerült nyernünk egy mérkőzést, ami szerintem egy nagyon jó dolog volt. Utána pedig kikaptunk egy olyan pártól, akik uh, később elődöntött, játszottak, és ott is épp, hogy kikaptak, és teljesen esélyük lett volna akár a végső győzelemre is. Uh, és mint mondtam, összességében ezért is volt egy pozitív túra, hogy nem csak egyéniben tudtam mérkőzés nyerni, hanem párosban is. Azt jól gondolom, hogy itt a páros indulásotok mögött felsejlik a a Párizsi olimpia is, ami majd kicsit segítségedet kérem, mert ugye, ugye a teniszben azért nem az olimpia a legfontosabb, meg, meg, ugye olimpia csak négy évente van, annyira így a ö, átlag ezt nem is tudja nyomon követni, amennyire tudom azért mondjuk olimpiára nem olyan egyszerű a kvalifikáció, de az, hogy például mondjuk a Marcival elindulhassatok Párizsban, gondolom azért, azért kell, kell eredményeket letenni az asztalra. Így igaz, ez a Párizsi olimpia, ez egy kicsit uh, más rendszerben történik olyan szempontból, hogy van egy adott időszak, amikortól meghatározzák, hogy, hogy uh, melyik az a pont, amikortól számítanak a megszerzett pontok, és uh, egy éven keresztül tudjuk ezt gyűjteni, és hogyha ott benne van az ember az első, hát ilyen 45-50-ben, akkor lehetősége van arra, hogy elinduljon az olimpián, és ö, egyébként ez is tervben van, hogyha mind a ketten kijutunk, és párosban is van lehetőségünk, akkor szeretnénk Magyarországot képviselni együtt ö, párosban, úgyhogy ez, ö, ez, ez nem titok, tehát ez is benne van, hogy ö, már egy picit próbálunk arra felkészülni. Ö, jelenlegi rangista helyezést egyébként nem tudok mondani az olimpiára, hogy hogy, hogy állok. Ö, nagyjából a végén vagyok szerintem, de bízom abban, hogy hogy tudok elég pontot szerezni a kvalifikáció végéig, és lehetőségem lesz arra, hogy kiussak az olimpiára majd. De gyakorlatilag jól állsz azon az úton, hogy, hogy ott lehessél majd. Azon jól, ]ben. tehát benne vagyok még ebben az első 50 játékosban igazából, csak ott a, a mezőnek a, a, vége felé található az én nevem, de talán ez nem probléma, a lényeg az, hogy kiussak. Így van, legyen így. Kérdezzünk egyet -egy Zsoltitól is, mert csak azért is megy amikor gondolkodtam azon, hogy hogy mit tennék fel nektek, és akkor így eljátszottam azzal a gondolattal, hogy szerintem annyiszor kérdeztek már Fábi az Ákar az elleni győzelemről, hogy hogy lehet, hogy ilyen egy magadban, ilyen plégon belindul, és akkor így elmondom a szokásos szöveget, úgyhogy, úgyhogy inkább Zsoltitól kérdezem, hogy te hogy látod a tavalyi szezonját, Fábinak, ott azért gyakorlatilag, pont ezzel az ominózus római diadallal azért nagyon-nagyon felgyorsultak a, a, a dolgok, és gyakorlatilag egyik napról a másikra ismerte meg az egész világ Fábinak a nevét. Tény is való, hogy az Áker az elleni májusi római győzelem volt az egyik legfényesebb pont a tavalyi évben. Előtte is már az előző meccseken is nagyon-nagyon jól játszott Fábi, ahogy odáig eljutott ugye az ellen, ott is több na nagy nevet sikerült legyőzni, és hát igen, ott, ott indult meg igazából az úton felfele Fábi a ranglistán is, és az ismertség szintjén is, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, nagyon-nagyon büszkék voltunk, és ez tényleg egy emlékezetes mérkőzés, nem minden nap győzde az ember világ elsőt, illetve a világ egyik legjobb játékosát. Gyokovicsot még nem sikerült, de akár ezt már igen, úgyhogy, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon büszkék voltunk, és onnan elindult, ahogy említettem a vonat még jobban, és uh, Igen, de azért te. ennek a vonatnak azért több állomása is volt. Tehát, igen, hogy jó, igen, ugye, igen, azért, igen. Ha igen. szakmailag nézzük, azért a, a, a sánkhai győzelmi széria hát azért ez lehet, hogy mondjuk még, még többet is ér, mint akár aznak a legyőzése. Igen, igen, Róma után azért volt egy French Open, ugye a francia bajnokságot nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, egy nagyon jó kéne is látsz a ellen, ugye kikapott Fábi, ott selejtezőt kellett játszani, aztán ugye Wimbledonban már ott, ott is selejtezőből indult, ott azért sikerült a feljutás ellen, vagyis a fel, az utolsó fordulóban, a, a Kvaliban, a selejtezőben, ugye ott, ö, ott ötszedben kapták ki talán nagyon-nagyon szorosan, és szerencsés vesztesként ugye Kirios visszalépésével feljutott, és ott meg volt az első főtáblás mérkőzés, ugye Grand Slam tornán Wimbledonban, Goffin ellen az is egy nagyon tanulságos meccs volt, aztán utána jött ugye a US Open, ami szintén az már alanyi jogon főtáblás szereplés volt, ott ugye az első Grand Slam győzelem, ez is mindig emlékezetes marad, ugye a francia gázki ellen 5 úgyhogy két vezetett Fábi, aztán visszajött Gászki, és aztán az ötödik szettet maga biztosan ö, hozni tudta, és aztán utána jöttek ugye a, a, a nagyon látványos ázsiai utakorból a mérkőzések, ugye Sánkháj, kiemelten Sánkháj, ahol szintén ugye Demina úr vagy Rúd ellen tudott nyerni, akik top 15-ös, top 10-es játékosok. Igen, úgyhogy, és ott is nagyon-nagyon szoros mérkőzésen kapott ki, ugye a lengyel Hurkácstól, aki szintén top 10-es. Volt, volt még egy nagy kap, nem? Shanghai-ban. Segítsél, Léci ott, ott azért nem, több meccset nyert. E, ugye a francia Rindernek ellen kezdtem, ha jól emlékszem. Rinderes, bocsánat, lehet, hogy rosszul mondtam a nevét. És utána a második körben játszottam a Demina ellen, aki akkor 12. volt a világrangistán. És uh, Demina úr után jött a Lajovic Volt egy Lajovic elleni győzelem, aki. Ezt, ezt aki ezt ilyen 45-50 körül volt, hogy ő pont nem volt kiemelt a verseny, ha jól tudom. És egy nagyon Ezért nagy legyen... megést kapott. Azt, azt láttam. Hát igen, az első szedben azért eléggé uh, sikerült jó színvonalon teniszeznem, és ott uh, jött a gyors vonat egy picit, ha már itt a vonatozásnál maradunk, és uh, igen. De, ott de azért ott... ez is mutatja a tenisznek a mélységét, nem? Hát ez a Lajovic, ez tavasszal, szinte a hazai pályán a Gyokovicsot megvejekte. Ez így igaz, ugye? Igaz, hogy Csalakon, ami mondjuk azért neki talán a, messze a legjobb borítása, de... De, ez... de Gyokovicsot sehol nem könnyű megverni, én azt gondolom, és ugye azt a, vé... azt a versenyt meg is nyerte, és elég régóta ott van ő egyébként a top 100-ban, sőt, inkább ott az 50 környékén nagyon nagy rutinal rendelkezik, de ott, ott jól játszottam, kiadt egy jó lépés, elengedtem a kezemet, és az első szedben tényleg nagyon jól tudtam teniszezni és szerintem a másik szett is jó volt, ott már persze próbált egy picit variálni, kicsit megzavarni, de ettől függetlenül fókuszál tudtam maradni, és sikerült megnyernem a mérkőzést. Utána pedig uh, játszottam a norvég rúd ellen, vagy rüd bocsánat, és uh, az egy óriási nagy mérkőzés volt, egy nagy center pályán, um, sok ember előtt, um, az egy nagyon nagy élmény volt, és uh, ha azt próbáljuk összehasonlítani, hogy melyik a nagyobb, hogy egy Álker az elleni győzelem, vagy egy Sánkháji túra nagyobb. Én ezt mindig külön szoktam venni, mert uh, ez egy egyszeri alkalom volt, úgymond a, az Álker az elleni győzelem egy kiugró, uh, ezt, ezt, így akartam mondani, viszont Senkájban meg egy sorozat terhelés volt, ahol uh, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban játszottam, és nagyobb neveket vertem meg. Tehát, hogy ezt két külön kategóriába soroljuk, akkor ez a top mind a kettőben, mert talán ezt nem nagyon lehet überelni. Hát napokon belül nagy meccs, nagy a. 7-8 magyar szurkoló szintén vár majd Tatabányán, a Davis kupán. Ugye a németek jönnek, hát kísértetésen hasonló a helyzet, nem mindegy éve a franciák ellen, hogy nem reálisan nézve valamivel esélyesebb a német csapat, de ahogyan egy éve is a franciák ellen, azért nekünk is van sanszunk. Semmiféleképpen nem lesz uh, könnyű dolgunk, én egy picit uh, csalódott is voltam ebből a szempontból, hogy két évvel ezelőtt megkaptuk az egyik nagy uh, tenisz nemzetet, az Ausztrálokat, kikaptunk 3-2-re uh, úgy, hogy sikerült olyan mérkőzést elhozunk, amire senki nem számított majd tavaly évben megkaptuk a franciákat, akik megint csak megint uh, óriási nagy tenisz nemzet, ott is hoztunk egy bravúrt, és megint 3 2 kaptunk, és bíztam abban, hogy most jön a harmadik alkalom, megérdemeljük azt, hogy, hogy egy kicsit könnyebb sorsalásunk legyen, jó csapatunk van, fiatalok vagyunk, uh, egyre jobban játszunk szerintem, és és megérdemeltük volna azt, hogy egy kicsit könnyebb dolgunk legyen, és azt megpróbáljuk kihasználni. Hát sajnos ez nem jött, és gyakorlatilag ez volt az egyik legrosszabb lehetőség, hogy a németeket megkaptuk, de annak azért örülök meg a csapat is, szerintem, hogy hazai pályán tudunk játszani, tehát ház előtt fogunk pályára lépni pénteken, szombaton, úgyhogy mögöttünk van a közönség, meg fogunk tenni mindent azért, hogy mindenki jó formában lépjen. Pályára, és bízom abban, hogy tudunk megint egy meglepetést okozni, és akár most meg tudjuk verni a németeket a legutóbbi vereség után. Ja, hát ugye három a magyar igazság itt gyakorlatilag. A harmadik nagyon nehéz meccsen, hát ha most a, a, ezt a mindent eldöntő harmadik pontot mi húzzuk majd. Én is ebben be. bízom. Biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk ugye láttuk, hogy az vere eléggé jól szerepelt egyébként Ausztráliában, ez egy picit adhat okot egyébként félelem, félelemre, viszont bízom abban, hogy talán nem fog pályára lépni az elején, vagy akár azt mondja, hogy itt lesz a csapattal, de ő nem fog játszani. Ettől függetlenül még erősek a németek. De talán a egy második számú itt... némettel már csatáztál már nagyobb. Igen, nem? ő, ő a strúf. Igen, ö, vele kétszer játszottam az elmúlt két évben, egyszer sikerült megvernem, és tavaly év végén Szófiában az utolsó ö, mérkőzésemet ellene játszottam a szezonban, és kikaptam döntőszet 6-4-re, hogyha jól emlékszem, egy eléggé nagy mérkőzésen, de remélem, hogyha most összekerülünk, akkor hazai pályán én jövök ki győztesen abból a mérkőzésből majd, de ez még a jövő zenéje, van még pár napunk felkészülni, és mint mondtam, bízom abban, hogy, hogy képesek leszünk most megvenni a németeket. Hát ez a nagyon kiváló beszélgetés alatt szállt az idő, gyakorlatilag eljutottunk fél óráig, még egy utolsó villámkérdést mindkettőtöknek hadd tegyek fel. Zsolti, ha végén beszélgetünk, akár itt, akár magunk között, mivel lennél elégedett, hova, hova jusson el a, a, a Fábi, milyen, milyen eredményekre mondanád azt, hogy, hogy ez igen, ez egy jó év volt? Amivel a legelégedettebb lennék uh, eredménytől függetlenül, aztán mondok eredményt is, majd ranglista helyezést, az, hogyha egészségesen tudná végigjátszani, és minél több meccset tudna végigjátszani a szezonban, a tervezett versenyeken mindenhol, ha uh, a legjobbját tudja nyújtani, akkor biztos vagyok benne, hogy az eredményekben is megmutatkozik. És ha ez így lesz, akkor én Fábit ö, a, a mindenképpen stabil top 50-es játékosnak látom idén évben, de merjünk nagyon támadni, és akár még itt a top 30 körül is ö, köszönhetjük Fábit ez év végén. Fábi, neked mik a, a te az idei Nekem is hasonló, hogy a ranglista szempont szempontból nézzük, én is szeretném, hogyha év végére top 50-en belül tudnék lenni, és közelebb egy picit a 30-hoz. Persze azért ez nagy falat, meg viszonylag nagy cél. Tudom, hogy ehhez sokat kell erősödnöm, sok mérkőzést kell megnyerni, és én inkább picit lassabban haladnék kicsi célokkal, legyen meg az első ATP elődöntő, valamikor esetleg egy döntő vagy egy torna győzelem. Úgyhogy uh, még meg kell erősödnöm ez a szinthez, még egy picit jobban kell uh, az állóképességemen dolgozni, hogy ezeket a mérkőzéseket napról napra le tudjam játszani. És hogyha ez megvan, akkor talán a stabilitás is meg lesz, hogy hétről hétre tudok jó eredményt hozni. És akkor uh, talán eljuthatok, eljuthatok oda év végére, hogy uh, top 50-en belül zárjam majd a 2024-es uh, évemet és bízva abba, hogyha valahol kijön egy, egy, jó lépés megint, és sikerült megvédeni a pontokat, és kijön plusz egy jó lépés, akkor legyek ott a 30 körül valahol. Van egyébként kedvenc vélek senyed, ahol, ahol, hogyha választhatnál, ahol nagyon, nagyon szívesen dobnál egy nagyot? Fú, ezen uh, most nem annyira gondolkoztam, viszont az elmúlt uh, évben elég és sok új versenyen fordultam meg. Uh, a római az mindenféleképpen az egyik kedvencem, um, ugye nagyon jó emlék uh, számomra. De, de Olaszországban alapból nagyon Olaszországot nagyon hát, szeretem, oda, igen. De mindenhova menj el, ahol, ahol van verseny, az, az eddig Ez mindig bejött. Olaszországban is voltak már sajnos rossz versenyeim, de egyébként uh, tényleg szeretek az olaszoknál versenyezni, uh, jól érzem magam úgyhogy az egy, az egy különleges hely számomra ebből a szempontból. Viszont senkét is szerettem, ott nagyon feküdt egyébként a pálya, valahogy adottak voltak a körülmények, attól függetlenül, hogy voltak kisebb nehezítő körülmények a teniszpályán kívül, de a tenisz szempontjából nekem az tökéletes volt és uh, biztos, hogy vannak még ilyen versenyek, és még lesznek is új versenyek most itt az éven számomra, amik uh, lehet, hogy felkerülnek majd a, a kedvenc uh, listámra, de ezt majd lássuk meg, hogy, hogy alakulnak itt a közeljövőben. Hát legyen így. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Fábi Zsolti, neked pedig Fábi egy kalappal a hétvégi Davis kupamecshez szúrkolunk. Köszönöm nagyon. szépen. Okay. Köszönjük szépen a figyelmet.